helyen. Tisztelettel köszöntöm Önöket, akik elfogadták meghívásunkat a Rendőrkapitányság Híd a generációk között elnevezésű programjának nyitó rendezvényére. Engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem Németi Lajos urat, Veszprémi Jogú város alpolgármesterét. Szépen jó napot kívánok mindenkinek! Dr. Lomonyai Bernadett asszonyt, a Veszprémi járási hivatal hivatalvezető helyettesét. Szabó István urat, tankerületi igazgatót. Dr. Töreki Sándor, tantártábornok urat, a Veszprém megyei rendőrkapitányságot. Dr. Ipsis Csaba rendőrezredes urat, a Veszprémi rendőrkapitányságot. Müller László urat, a Csolnoki városrész polgárosi vezetőjét. Szilágyi Erzsébet asszonyt, a Veszprémi rendőrnyugdíjas kör elnökét. Törött Lajos urat, a Veszprémi város nyugdíjas érvekében nyugdíjas elnökét. Nagy szeretettel és megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm a mai nap főszereplőit, a Csolnoki Jenő Általános Iskola első osztályos gyerekeit. Kedves gyerekek! Iskolai életetek első napján a rendőrség egy kis meglepetéssel készül, azért, hogy elősegítsük a balesetmentes és biztonságos közlekedéseteket. De erről bővebben főkapitányságunk vezetőjét, Dr. Töreki Sándor tantártábornok urat hallgassátok meg. És szeretettel köszöntelek benneteket, kedves első osztályosok. Egy új világgal, egy új környezettel találkoztok az elkövetkezendő napokban. És a régi hagyományos játékok mellett új helyzetekkel, új játékokkal ismerkedtek meg. És mint a mesében és a játékban is van veszély és van gonosz kétfejű sárkány. De ez a sárkány itt a mindennapokban is létezik, csak nem sárkánynak hívják, de éppen olyan veszélyes és hát olyan helyzeteket tud teremteni, amiből bizony nem biztos, hogy éppen vagy egészségesen tudtok kikerülni. A pedagógus hölgyekkel, urakkal együtt a rendőrség azon van, hogy ezt képzeletbeli sárkányt elkerüljétek, és tudjátok kezelni ezeket a helyzeteket. Kedveskedni szeretnénk nektek ezekkel a ajándéktárgyakkal, amelyet választatok, hátizsák vagy sapka, ami segítséget nyújt ahhoz, hogy meg tudjátok oldani ezeket a helyzeteket. Minden rendőr, minden iskolában van iskolarendőr, forduljatok hozzájuk bátran és bizalomban. Kívánom, hogy az első lépések után minden nap örömmel gyertek ide az iskolába, és éppen egészségesen érjetek haza. Köszöntöm a pedagógusokat, köszönöm azt az együttműködést, amelyet a részükről tapasztaltunk ennek a programnak a megszervezésében és a létrehozásában. Kérem őket, hogy a iskolában dolgozó iskolarendőrrel nagyon szoros és tartalmas szakmai kapcsolatot alakítsanak ki, annak érdekében, hogy egy stabil biztonságot tudjunk közösen szavatolni az oktatási intézményekben. Köszönöm a polgárőrségnek a tevékenységét is, hiszen az iskolák környezetének biztonságáért nem csak a rendőrség tesz, hanem velünk együtt polgárőr bajtársaink is. És köszöntöm a Nyugdíjas Egyesületet, köszönöm azt a nyitottságot, amelyet részükről tapasztaltunk a Híd a generációk között program létrehozásában. A generációk rengeteget tudnak segíteni egymáson, és pont ezt a közös pontot szerettük volna ezzel a programmal elindítani, vagy megtalálni, és ezt a közös érdeket tető alá hozni, és a gyermekek biztonságáért közösen tegyünk. Én kérem őket, hogy a programban működjenek együtt velünk, és legyen ez hatékony. Ennyi bevezető után talán sokat is beszéltem. Tényleg sok-sok piros pontot, sok-sok ötöst kívánok nektek, gyerekek! Köszönöm főkapitányi gondolatait.
Most hallgassátok meg Lémedi Lajos alpolgármester urat, aki szintén köszönt benneteket. Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves gyerekek, ha szabad úgy mondani, kedves pajtások, nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Ez a mai nap, ez a mai délelőtt, és minden, ami történik, értetek, történik, azért, hogy ez az új év, ami a mai nappal kezdődik, ez az első pillanattól fogva, ha lehet az utolsó pillanatig, tehát a tanév befejezéséig boldogan, vidáman, nagyon-nagyon sok élménnyel gazdagodva teljen el, érjen véget, és ezek mellett a nagyon-nagyon szép élmények mellett lehetőség szerint minél kevesebb, kellemetlen és rossz élmény érjen benneteket itt az iskolában. Bizonyára emlékeztek rá, hogy az új év kezdetén, illetve az új év végén, december 31-én, vagy az új év kezdetén mindig boldog új évet kívánunk egymásnak. Én ugyanezt teszem nektek, nagyon-nagyon boldog új évet kívánok erre a tanévre, és gondoljatok mindig arra, hogy ezek a rendőr bácsik és rendőr nénik a rendre vigyáznak, és alapvetően értünk, értetek vannak, értetek is vannak, és alapvetően ők a mi barátaink, azért dolgoznak, hogy mi minél nagyobb biztonságban éljünk, és ezért adnak át minden olyan szükséges ismeretet, hogy úgy a közlekedésben, mint az iskolában, de az élet bármely területén, akár az utcán, akár bevásárlás közben biztonságban éljünk, mert ne felejtsétek el, hogy mindenkit hazavárnak, anya, apa, tesó, nagyszülők, mindenki aggódik értetek, és mindenkit hazavárnak, mert az élet úgy szép, hogyha odafigyelünk egymásra, és lehetőleg minél nagyobb nyugalomban, minél nagyobb békességben, és minél nagyobb egészségben töltjük el. Nos, én ehhez kívánok nagyon-nagyon sok sikert mindannyiótoknak. Köszönöm szépen a pedagógusoknak, hogy partnerek ebben a munkában, és engedjétek meg, hogy külön tisztelettel megköszönjem a rendőrségnek, a városi rendőrkapitányságnak, a megyei rendőrfőkapitányságnak, hogy ezt a nagyon példaértékű programot, ha úgy tetszik, program elindították, gyakorolják, és nap mint nap szorgalmasan végzik, és természetesen kiemelten köszönöm a polgárőrségnek is a munkájukat. Én ma reggel, amikor gyalog elindultam a munkahelyemre egy másik iskola előtt, a Kossuth iskola előtt, örömmel láttam, hogy ott volt a polgárőr kolléga, és mindenki azon dolgozik, hogy ti minél biztonságban, minél nagyobb biztonságban, minél nagyobb örömben töltsétek az iskolai heteket, hónapokat. Köszönöm szépen, Isten áldjon meg benneteket, vigyázzatok magatokra! Mester úr, végezetül felkérem Szilágyi Erzsébet asszonyt, a Veszprémi Nyugdíjas Klub, Rendőr Nyugdíjas Klub elnökét, rövid beszéde megtartására, aki nem egyedül érkezett hozzátok. Kedves kicsi elsősök! Én is nagyon szeretettel köszöntelek benneteket. Biztosan számoltátok már a napokat, hogy elkezdődik ez az iskola is lán. Eljött ez a mai nap. A nyáron szerintem megnőltetek, nagyon sokat nőltetek. Biztos azért, mert a nagyon-nagyon finomakat főzött nektek a nyáron. Az óvodai kicsi székekbe szerintem ti már bele sem férnétek. Ne féljetek, az iskola is ugyanolyan vidám lesz, mint az óvodában, ugyanolyan vidáman fognak telni az órák, mint az óvodában, csak itt majd felváltja a tanulás és a játék egymást. Figyeljetek a tanító néni szavaira, és szerezzetek nagyon sok piros pontot, hogy együtt tudjatok örülni apával és anyával. Kívánom, hogy jól érezzetek magatokat az iskolában. Javaslom, hogy az ünnepi beszédek után egy
énekeljünk el egy közös mesét, ami nagyon tanulságos és érdekes mese. Ehhez viszont engedjétek meg, hogy felkérjem Ábrahámi Erzsikét, nyugdíjas társamat, aki segíteni fog ebbe, és kérdezik. Jó napot kívánok mindenkinek, és mint ahogy bemutattak, gondolom, nem újra. Én nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és kiváltképpen titeket, első osztályos tanulók. Gondolom, mindenki szereti a mesét. Ki az, aki szereti a mesét? Nagyon jó. És ki az, aki ismeri a Babszemia című mesét? Nagyon jó. Hát ezt a mesét rövidítve, dalban elmondva hoztam nektek, mégpedig azért, mert én ezt a kis mesedalt még akkor tanultam, amikor én voltam első osztályos. Arra kérlek benneteket, hogy ha van kedvetek, segítsetek nekem. Van-e valaki, aki kijön ide mellém? Gyerek! Bárhogy, haj, de örülök neked! És még? Más nincs? Gyere! Gyere! Jaj, de jó! Na hát, ügyesek vagytok. Ha valaki kedvet kap, akkor az itt a székek mellett is felállhat, és segít nekünk eljátszani ezt a kis mesét, jó? A refrénnél ott kérem majd a segítségeteket, és kérem a tanítónéniket, hogyha meg tudják tenni, akkor tegyék meg, hogy segítenek nekünk. A refrénnél megmutatjuk, hogy milyen pici ez a Babszemjankó, jó? Ugye vagy mindnyájan, szüleivel kint lakott egy erdőszéli házban. Ekkora, mekkora, mint egy Babszem akkora. Minden rosszra mindig kész, poncut kis csibész. Volt neki egy kis puskája, vagy 2 centiméter, s tele rakta 1000 apró Marszemis söréttel. Ekkora, mekkora, mint egy Babszem akkora. Minden rosszra mindig kész, huncut kis csibész. Volt neki egy kis puskája, vagy 2 centiméter, s tele rakta újból 1000 Marszemnyi söréttel. Ekkora, mekkora, mint egy Babszem akkora. Minden rosszra mindig kész, huncut kis csibész. Mivel a dal, a közös éneklés az egy lélekemelő, lélektisztító dolog. Nekünk, a magyar embereknek nagyon sok szép, gyönyörű magyar népdalunk van. Talán, ha mindenki ismeri, akkor közösen elénekelhetnénk az önök, a ti segítségetekkel a Szabadszék című gyönyörű magyar népdalt. Az egyik legfontosabb pillanatához érkeztünk. Gyerekek, most fogjátok megkapni a meglepetés ajándékokat, de előtte hagyd mondjam el, hogy mi lesz az elkövetkező percek menete. Miután már minden kisgyerek megkapta kis első osztályos a hátizsákot, vagy a sapkát és a kis apró ajándékokat, akkor visszamennek az őket kísérő felnőttekkel az osztályterembe, ahol munkatársnői egy nagyon rövid tájékoztatót adnak nektek a gyalogos közlekedés szabályaival helyes közlekedésről, illetve megbeszélitek pontosan, hogy hogyan is közlekedtek az utcán, a járdán. Azután a kijelölt útvonalon a kísérőkkel, polgárőr kollégákkal, rendőr kollégákkal, a nyugdíjas klubelnök asszonyával, illetve a nyugdíjas segítsége együtt tesznek egy sétát az iskola környékén. Aztán egészséggel.
te is kapsz egyet, jó? Tetszik? Tavaly évben ugye elkezdtük ezt a úgynevezett Zebulon járatot a iskolákban, hát az idén most itt folytatjuk. De szeretnénk azt, hogy minden elsős úgy érkezzen az iskolába, úgy tudja elindulni otthonról, hogy biztonságosan meg is érkezzen. Úgy gondolom, mint gyakorló édesapa, tehát nekem is van három lányom, és a kisebbik az már jövőre lesz elsős. Szívén viselem azt a dolgot, hogy a veszprémi rendőrök az elsősökkel, illetve ugye a magasabb osztályban lévők is úgy foglalkozzanak, hogy a készség szintjét tudják fejleszteni azt, hogy a közlekedés az egy veszélyes üzem, és a gyerekeknek ennek érdekében a nevelőmunkát korán kell elkezdeni ódába is, de elsősként már azt hiszem, hogy elég fogékonyak arra, hogy ezt befogadják. Azért van ez a program, ezért szeretnénk ezt még szélesebbé tenni. Elkezdődik a mai nappal az iskolákban a tanév. Veszprém városban közel 750 kisgyermek kezdi meg ma az általános iskolai tanulmányai, és nagyon-nagyon fontos, hogy biztosítsuk, hogy a gyerekek biztonságban töltsék egyrészt a tanulmányi idejüket, másrészt amíg távol vannak a szülőktől, nagyszülőktől, testvérektől, tehát amikor iskolába jönnek, vagy mennek hazafelé. Nem lenne teljes az öröm, nem lennének teljesek a pozitív élmények, hogyha a biztonságokról nem gondoskodnánk, és én ezért nagyon örömmel és szívesen vettem a Városi Rendőrkapitányságnak ezt a kezdeményezését, hogy olyan ismeretekkel lássák el a gyerekeket, pedagógusokat, amelyekre a mindennapokban szükség van. És annak is nagyon örülök, hogy a polgárőrség ismét megszervezte a biztonságos iskola szolgálatot, és természetesen azoknak a nyugdíjas szervezeteknek is köszönettel tartozom, akik ebben közreműködést vállaltak. Még egyszer nagyon sok sikert kívánok az új tanévre a gyerekeknek, a kedves szülőknek és a pedagógusoknak, mindenkinek. Thank you.